16 éven aluliak számára nem ajánlott. Tegye föl a kezét, aki még az anyjával fürdik! Hello, hello, genyó! Hello, hello! Hello mindenkinek, srácok! A frizurámat a kinti szélvihar igazította. Köszi szépen! Ha meg lesz a 12 óra posztó, hány centis nő a péló? Hát ezt nem lehet megjósolni, de mondom, neked napórának lehet használni csorom. Gondolkodtatok már le, hogy milyen lehet smárolni egy ilyen 70 éves öreg asszonyja? De itt teli torokból. Olyan, mintha nyalogatnál az antik szekrénynek a... az ajtaját. Belülről. Mi idő ment már ott el, Mare? Mennyi bundás kenyeret evett már? Még lehet, hogy a rendszerváltás előtti brokkoli darabot ki tudod horgászni. Aaaaaah! Legyelveznél egy ilyen öreg lányjal, Mare? Az már egy régészeti élmény. Fölvettem a tündeplő papucsoma. Ki az, aki nem kívánt meg? De forró! Megszabolnának? Őszinte leszek hozzátok most az egyszer. Nagyon nagy trash fogyasztó vagyok, imádom őket. Ha küldenék egy milliót, mit csinálnál? Rühes kutya! Kibannolnának a faszomba! Nem a Twitchnél van a baj, mert látom a pinget. Tehát itt verdesi kifel a szemem. Olyan pirosan világít, lebarnultam, geci. 10 000 csír, geci! Hát az hogy lehet? Azt a kurva ege! Bazd meg, hát ekkora csírt küzdeni, mi a vagy, bazd meg! Én mindig megkérdezem magamtól, hogy mi a faszomért nem hozok be poharat. El is mondom mi. Mert utána itt hagyom egy hétig, bazd meg, azt elindul benne az evolúció. Hogy lehet reszubolni, atyám? Beírod, hogy felkiáltójel 0690, 4763 és fél, osztva 2-vel, gyököt kiborod 2, 4, 6, 14, 39, kiskörös, osztva 4-jel, egyenlő. És akkor így tudsz leszobolni ingyen. Menjél ki! Ott a muffa lényeg, atyám. Az milyen lehet, Mare? Mint egy széttaposott Warburgi bufogó. Lehet kormos is. De fejezzétek fel, bebazd meg! Lehet még olyan hangja is, mint egy varburga. Lehet bekiabálnál, hogy hello! És visszaszólnál, hogy hello! 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 Orkán erőű szelek járna benne. Lehet már sétál soró, ha nagy a szél, mert fütyül, mint a pánsíp alul, geci. Mint egy üveg. Soró, megy a piacon, az közbe. Nem? Amikor a csajod így most fogad, nem? Még rá is turházik egyet. Na gyerekek, nincs más hátra, mint hogy tolófájásként meginduljuk az internet legmélyebb bugyraiba! Tehát itt a reggeli jóga gyakorlatok kezdődnek el, ahogy hogyan tartsuk frissen magunkat. Tehát ébredés után a rosszul lerakott laminált parkettán, ami akkora figa van, hogy lövészároknak simán elmegy egyébként, de ettől még a varázsát nem veszíti el a dolog. Itt konkrétan az történik, hogy megkaptuk a donációt, tehát megkaptuk a donációt, csira, csak tudjad. És hát az a föladvány cserébe, hogy az enyhén kikopott zöbravintás ágyunkról, kicsit megtámogatva a fotel derék magasságban, leboruljunk, mint a gravitáció hatása körül öleljen minket, és majd az igényesen lerakott parkettán csattanjon a habtestünk. Tehát ez a feladat. Úgyhogy, mehet? Hát ezen meghaltam. Nem indul. Hopp, egy kis logisztikai igazítás. Jó, ez ennyi volt, tehát nem történt sok minden. Tehát leszólta, ennyi volt, geci. Olyan nagy parizer csöcsön, hogy hárman is lehet egyszerre nyalakodni. Olyan, mint az óriás nyalóka a búcsúban, geci. Mint egy aknafedél, bazd meg. Akkora bimbomban. 30 vagyok, de nem zavar. A csajok szeretik, hogy nagy. Mi? Az életkorod? Hát volt, nagyon fiatal voltak, volt egy haverom. Mondta, hogy itt egy vízipipa. Nem mondom, mi baj lehet, tudod. Az apja volt egy bátyja, aki akkor házasodott, és egy 22 éve elrakott viszkit, tehát 22 éves volt a gyerek, elrakott egy valami nemes viszkit, hogy majd kibontja az esküvőjén a bátyjának. Ez meg az öcs volt, akivel én ugye pipázgattások. Olyan természetes lazasággal odament a szekrény tetején, és kinyitotta a 22 éves viszkit, ami az esküvőre volt félretéve, és elkezdte hörpingetni.
Aztán rájöttünk, hogy vannak itt legyek az udvaron, itt az ideje lecsapni őket. Milyen jó buli, nem? És elkezdtük kergetni a szőlősbe a legyeket. Az még hagyján, de hazajött az anyja, meglátta, hogy a viszki az elfogyott, és látta, hogy a gyerek az úgy be van recsenve, mint a jól megállott faroslemez az udvar közepén, tudod. És így néztem messziről, úgy elverte az anyja, csattó volt, baszd meg. Hát mondom, itt az ideje hazamenni. 24 órás streamen már rég túl vagyunk, gyerekek, ez a 47. óra. Eddig 12 millió forint donét jött össze, és 4500 szub. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy végre milliárdos lehetek. Köszi szépen. Ez már bukfenccel kombinált sztori. Nézzük. Hogy hogyan? Várj, hogy jövök ki a bukfencből? Itt azért a mérnök úr egy kis gondolkodás alatt mindjárt rájön a megoldásra. Bukfenc? Aha, és látod, tekeredik a kéz. Tehát már olyan dimenziónál is látása van az embernek, hogy hologramként már látja magát, és tekeredik. Az időt igazítja, mert a folyamatok elindulnak a szem előtt. Ezen gondolkodtam. Tehát ebbe bazd meg, el lehet rejteni egy májkrémes kenyeret, hogyha nem vigyázol. Lehet, hogy hamutartó. Az egri csillagok oda kettő élére állítva eltűnik, baszod. Na de menjünk tovább. És hopp, ennyi. Zoltán, tehát lehet, hogy geciség, hogy itt röhögünk rajta, de megmondom őszintén, én imádom ezeket a tartalmakat, gec. Imádom. Na, látod, megcsináltam, bazd. Egy kis önigazolás, egy kis saját válveregetés, megcsináltam, bazd meg. Hát ez Happy Meal menü mellé kéne egy kupont adni, bazd, a McDonald's-nak. Turbo titán borulás. Ez tényleg a székem, bazd. Milyen rendesen. Hogy? Azt a, itt a nézők most tulajdonképpen szőnyeg szélére állították a palit, hogy ez nem is volt igazi. Tehát ez nem egy rendes volt. Nem, milyen rendesen? Hát úgy ez is fölakasztom a lábát? Ha meszterelül lett volna, és félig álló fasszal lett volna, és széttárta volna a karjait, azt mondom 10 pont. Nehogy Isten, még húgyozik is közben. 11. Erre én 8 pontot adnék. Sejha él a patyó, nyálozd meg a patyó. Zsozi és pólóban voltam, meg egy 10 évvel ezelőtti szabadidőnadrágomban, és a zsebemből elővettem a paszketre, tehát hogy fel szeretném adni. El tudod képzelni? De először ismernek a postán. Tehát a zene olyan, hogyha nem is kábítószer, ezzel az emlékekből táplálkozza, be tudsz állni, mondd meg. Érkezik a minden, a tehetséges, a fantasztikus Zsínégy Fesztivál hihetetlen játékosa, Zsizinátor Juan Pablo Álvarez de la Vega Carlos Daniel, a mexikói drogfutár, a hihetetlen, a latin szerető, félelmetes imidzsek durrannak a nyakon, ez az ed már biztos, ült már egyszer faszon. Nem is kell szégyelni, LMBTQ meg minden, ennél gyönyörűbb az életben nincsen. Ha buzi vagy zed, senkit se zavar, kicsit üdös a picsát, mint az elázott kavar. Mert a brand téged szana széjjel favar. Szét is baszom a pofádat, különben is hamar. Döbb egy basz meg! Jó, hogy egy geci az. Ez mi a fasz? Geci! Hát ez, ha én meg akarom csinálni, nem sikerül, basz meg! Ki ez az Aladdin? Az Aladdin csicska? Hát ki megy szőnyeggel, amikor fotellal is lehet? Ez mi a fasz? Azt a kurva, hogy kimérlegelte magát az ember. Geci! Figyelj! Azt a kurva. Ez mi történik? Ez mi? More, ez cirkuszba? Cirkuszban a helye az embernek. Hát ilyen balisztikát és ilyen mérnöki számításokat végrehajtani, geci. Hát more, biciklivel nem tudok menni, ez meg egy ágyon lelógó fotel szélén egyensúlyozik, háttal fekve, bazd meg. Ez egy artista! Miért akarulsz, bazd meg? Már csak új trutykó lehetnék én is. De az egy ilyen trauma volt, hogy a rohadt geci öreg asszony ott terrorizált engem. Hogy nem elég pénzt hoztam. És ott állsz ilyen, more, ilyen obodáskorú gyerekként, azt be vagy horpadva, mint a barka szódala. Most látnám meg azt a rohadt öreg asszony, úgy homlokon vágnám, geci. Ketté nyilla, mint egy rossz dínye. Dika Váter, melód? Az alakja megvolt hozzá, mert olyan volt, mint egy görög dínye, bazd meg. Mint egy telefosott búvároka. Egyik csöcse akkora volt, bazd, mint egy szippantos kocsi tartája. Durva volt. Remélem, hogy már széthorták a rókák.
Nem igazán szeretem ezt a kifejezést, hogy influencer. Magamat is inkább youtubernek és influencer... Hoppá! Nem igazán. Oh, Jesus, figyeld! Hopp! Nem! És nem adja meg! Anyád, hát ez nagyon durva, geci. Ez nagyon meleg, nézzük már meg alul. Hopp! Bazd meg! Nem megy így, azt szarom. Hopp, itt már némi szemrehányás és durca hallatszik a hangján. Nem megy így, azt szarom. Mi lenne, elmennék hozzátok, és a seggemet, a nagy szaros seggemet beletörölném a szőnyekbe, a szobádba. Ott lenne egy nagy féknyom. Ha? Mi lenne akkor? Mondjad! Egész nap mellette feküdnék. Lehet elneveznéd. Olyan, mint a Tamagocsi. Minden nap táplálnád, játszanál vele. A sírás folytogatja a spanomat már rég óta, mert őt bizony egyszer az Ed jól seggbetolta. Jaj, de csúnya az Ed! Ne basszál meg mindenkit! Szégyeljed el magad, baszok rád, akkorát szétdurrad az agyad. Azért meg csak tétován röpköd ide-oda, a kedvenc autója neki mános oda. Lóver alatt feszül, rábaszunk egyet, mint az alföld úgy elterül. Kurva anyád! Basz meg! Anyád! Közben érkezik a srác, érkezik, nem, leszállási engedély, Houston baj van, és ott is van. Ez egyszerűen gyönyörű. Itt egyébként már a Ripper fivérek utódjai felfel csillannak, tehát a gimnasztikai gyakorlatok és az elképesztő testtel megalkotott pozitúrák gyönyörűen megmutatkoznak ezen a csodás videón. De el kell mondanom valami, van nékem egy dolcsom. Csira! 20 perc és Q! Ki volt? Kulacs! Van! Te egyébként mi vagy? Te ilyen menetrendigazgató? Vagy mi a faszom? Most a villanyszerelők kedvenc dalát fogom elénekelni. Mehet? Az Eddától. Utolsó érintés! Utolsó... Ez én vagyok, én is ezt szoktam álmodni, geci. Leesek a lépcsőn, rángatozok, mint egy kurva. Érdekel, hogyha két órára nem lesz itt hagyó. Jó, akkor ki vagyunk bassza gecibe. Imádom a palit, geci. Hát komolyan mondom, kár, hogy nem ő volt a jelen az óvodába. Ez mi a fasz? Úristen, de nagy figura. Az első szerelem olyan, mint egy álmodás. Egy kis Máté Péter, gyerekek, Máté Pötykó, Zsaramell. Én nem vagyok finnyás, én beveszem gyomorig, bassz meg. Ilyen vagyok! Sikerült elérni egy olyan achievementet az életembe, hogy végre sikerült fugyoznom egyedül, mert félbehajtottam a faszomat! És elbírtam egyedül. Cucsíti. Volt egy csávó, ez nagyon kellemetlen volt, voltam egy rendezvényen, és hát egy ilyen testesebb pali volt. Szóval kint beszélgetünk, ilyen enyhén becsicsentett állapotban, és elkezdi nekem mondani, hogy neki már 8 éve nincs barátnője, azóta csak single player van. Nézek rá. Lehet meg akart baszni, amúgy. Mindig csak szintok, hogy nem vagyok menő, pedig a nevem Kolompár Jenő. Faszom is akkor a holdról is látni, ha beszólsz, téged foglak-e lásni. Itt van a millió kill a zsebben. Ha nem viselkedsz meg a lóf, az ígérem a segbe. Megmutatom a másikat. A kis pálmafa az nagyon bejön egyébként. Ez jól áll neki. Most úgyis divat egyébként. Most mit szóljátok le? Ez mi történt? Ez egy vérnyomásmérő ez a nő. Ez egy vérnyomásmérő, geci? Azt a kurva. Egyébként azt néztem, hogy ez a csávó így hasonlít Krúbira, gec. Nem? Hopp, ott, azt a új tétovázás van erről, jobbról, balról, tehát nem biztos mindenki a dolgában, de egyszer, hopp, azt a, itt tuti, itt gyerekek, itt nem friendzone van, itt beled dobva a peca. Boci, tarka, csoró!
Olyan hideg van, nem fázik a picsád. Nem. Nem lesz szaros. Fűzés közben szavarod. Elég kellemes. Jó lehet amúgy. Ha jó nagy a lefolyó, akkor le is tudod taposni. Le tudod zabarni rajta a balhírt, érted? Lehet kicsit meg kell tiporni, hogy átférjen, de... Takarodjál már innen! Free cash. Ki volt ez? No cash. Hello madam, I want to give you some free cash. Pedig csak ingyen pénzt akart neki adni, bazik. Ez leultisztennek, ez az ulti ennek a gácsinak. Jó estét kívánok, ez itt az Ölsziesz! A Zsölsziesz! Én vagyok a teacher! A glettelés az olyan ott a háttérben, Getsz, hogy kabátot lehet reakasztani. De ettől még nem szar, csak nincs lecsiszolva. Aha, már látom. Hopp, ez nem jó. Ez egy tanulmány videó. A lényeg megvan, Getsz! Megvan a lényeg! Hát azért csihagy vele! Atyám, már egy ideje gondolkozom, hogyan mondjam el, de megvettem a gyűrűt. És hova szeretnéd felhúzni, mert ha ide szeretnéd, akkor legalább a vastagnak kell lenni, bazd meg, mint egy hula-hop karika! Vagy 1000 forintokért vágok csíkot a hajamba, ba. Azt a kurva! Mi piaci rés, csoró? 1000 forint egy csík? Csira. Hát abban legalább 30 csíkot. Ezt... Nincs itt egy hajnyíró, geci. 40 rugó. Azért az odaszúr, geci, kimész a régi fótira, egy 10-esére rántanak. Itt 40 rugó csöves. 40 rugó. Na még 30-ért is leégetem, bazd. Hopp, itt már árcsökkenés várható, tehát javult a forint. Az árcsökkentés. Azt a kurva, és érkezett a 30 forint. 30 ezer forint, Dávid. Hát itt már akció lesz. Tudsz szaratni. Megértem. De ez mi a fasz? És az öngyújtó már feladatra készen. Ez mi a fasz? Leégettem amúgy. Jó, ez szerintem elég. De másoknak is adsz, mert nem vagy a gyirig, geci. Azt a, mi a fasz? Az mi a geci? I have a dream. A song to sing. To help me cope with anything. Geci, most jut eszembe. Hát én bévi, még börtönőrnek is jelentkeztem, geci. És bementem a büntetés végrehajtási intézetbe. Hogy én most börtönőr leszek. Ez én vagyok, amikor az Alfára megyek rendezvényre, csoló. Esküszöm, beadnám, geci. Hát mekkora hang, bazzeg? Nagyon nagy ranked játék következik, üdvözlök mindenkit! A helyszínről ez a G4 Fesztivál! G4 Fesztivál, meghívtuk a legnépszerűbb streamereket! Gyerekek, ez win lesz, ez megint win. Verhetetlenek vagyunk, mint a nyugdíjas fasz. Azt mondja, mi ez a skóddúda, geci? Innen üzenem nekik! And my destination makes Kánon. It wonderful. A hideg kiráz engem is. Gyerekek, ez gyönyörű. Sunrise! Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy itt voltatok velem ma. Menjetek mulatni, ne basszatok be. Nagyon szépen köszönöm a supportot mostanában, amit toltok. Köszönöm szépen, a művész most visszavonul. Hogy hallgatnak a kutyák, levágom az utat. Máma este kopogtatok, zavart el az urat. Legyél este a kapuba, kapcsol ki a lámpát. Hogyha megyek hozzád, a szomszédok ne lássák. Figyelj! De álmomban, mikor ott jártam, veled lehettem, meg is kérdeztem. Új Zsozi és Gúnyák, csajozós, pasizós, biciklizős, hempergős, fetrengős, húskloffolós, darálós, bögrés, toltartós, táskás, hajcsatos berendezések, különböző színben, méretben, a leírásban a link. A leírásban a link.